majd zúlok. Én is, ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. A Jimmyvel 6 éven keresztül dolgoztunk együtt, a Socival 3, vagy talán több is, 3 és 4 éven keresztül. Ez a felállás most ősztől, 2012 ősztől újra él, és újra ebben a formációban folytatjuk, még hogyha némi változások ehhez képest így is van, és hát az akkorihoz képest még így is vannak. Nem minden szarka, farka, farka a szememben. Los Vegas az nem oszlott föl, mielőtt még ezek így elterjednének, hanem szerintem egy nagyon hosszú időre úgy néz ki, hogy lejegeltük. Szeptember vagy október volt, már nem is nagyon emlékszem. Nem. Ez az év, ez főleg a december 27-i Barba Negrás koncertről fog szólni, hogy arra fogunk főleg készülni, illetve ezzel a felállással novembertől kezdünk el koncertezni, novemberben van 3 koncertünk. Ne szív merre, az kinek jó, értelmes embernek az nem való, hiszen a legszebb a nyitott szív, s a tiszta szó. Nekem ez azért 6 év, az egy igen-igen jelentős idő volt az életemből, meg az életemben, és hát igen, erősen vágyódott vissza az ember. Az vesse az első követ, bármelyikünkre egyébként, aki egy ilyen komoly és nehéz váltás után teljesen fapofával, kimérten, mindenféle érzelmi kirohanás nélkül egykedvűen vesz egy ilyen változást az életben. Azon vagyunk, hogy ezt minél jobban feljebb húzzuk, ezt a zenekart, még jobban az összes elérhetetlennek tűnő célt is elérjük. Eddig is azért dolgoztunk, volt ez a törés. Azt gondolom, hogy megbeszéltünk mindent, túl kell ezen lépni, nincs is már ezen mit magyarázni. Ugyanúgy tudok 100%-osan dolgozni, meg hinni benne, mint annak előtte. Bár nem tudom még merre van, ott minden lépés nyomtalan, és minden hajnal szín arany. Szólj majd, szólok. Én is, ha látom majd, ott azt mondják, hogy mindig béke van. Ha eleged van magadból néha, lehúz az örvény, tudom, kevés a tréfa, de nem mindig a szép, az okos a kutya, mert a paradicsom felé mindig rögös a túra. Ne szív merre, az kinek jó, értelmes embernek az nem való, hiszen a legszebb a nyitott szív, s a tiszta szó.